Jó estét kívánok mai fórum műsorunk nézőinek és vendégeinknek, Genzler Istvánnak, a Biocom Kft. Gazdasági igazgatójának és Keller Ferencné közszolgálati referensnek. Kérem Önöket, hogy a műsor alatt hívják televíziónk telefonszámát, az 510 008-at és az 510 009-et, és velünk együtt kérdezzenek. És a mivel kapcsolatban? Ezúttal egyebek között arról beszélgetünk, hogy mire számíthatunk az ünnepek alatt és között. Ürítik-e a szemetes edényeket, elszállítják-e a hulladékot? Jövőre mennyivel lesz drágább városunkban a hulladékszállítás? De arra is választ keresünk, miért kaptak több ezeren felszólítást a társaságtól, és miért nem kaptak levélben csekket. Szóval mindezekre várjuk a választ, úgyhogy telefonáljanak, hogyha még ezek mellett is kérdésük van, az 510-008, 510-009-es rendelkezésükre áll. Az elkövetkező napokban nem kis feladat vár a Biocomra. Hogyan készültek fel az ünnepek alatti hulladékszállításra? Az ünnepek alatt minden esetben megerősített szolgálattal állunk rendelkezésre. Az ünnepi szállítási rendünk úgy fog kialakulni, hogy csak a karácsonyi ünnep első napján és január 1-én nem dolgoznak a kollégáink, az egyéb napokon pedig megerősített járatokkal fogjuk gyűjteni a hulladékot, tehát minden területre el fogunk jutni a városba, ahol esetleg a havazás mondjuk nem akadályozza meg, hogy be tudjunk menni, és mindenhonnan el fogjuk szállítani az ünnepek között és után is a hulladékot. Tehát 24-én még lesz szállítás, így van. 25-én nem lesz. Nem, 26-án már újra, és 31-én is dolgoznak a kollégáink, és utána pedig 2-án. Mire készüljenek azok, ahol akiknél pont az a nap maradt ki, ami éppen a szemétszállítás napja, és ugye azokon a helyeken, ahol ki kell rakni külön a kukákat, ez gondot okozhat, hogy most ki kell készíteni, vagy nem. Mikor fogják pótolni az elmaradt két napot? A médiákban meghirdetjük az alternatív szállítási napokat erre az időre, tehát mindenhova éppen ezért dolgozunk megerősített járatokkal, közé fogjuk tenni, hogy ez a két kieső nap helyett mely napokon fogjuk elszállítani a hulladékot ezekről a területekről, és ezeken a napokon a kollégáink addig dolgoznak, amíg nem végeznek az összes hulladék begyűjtésével ezeken a területeken. Tehát mindenki látni fogja újságban azt, hogy mikor szállítunk, és ezeken a napokon kihelyezheti a hulladékát, és onnan el is fogjuk szállítani. A korábbi években azért nem volt ritka, hogy karácsony másnapján nagy-nagy szeméthegyek halmozottak fel. Ezek szerint eddig ezt nem csinálták, hogy ilyen az ünnepek alatt is ilyen komolyan szállítanak? Már az előző években is így szállítottunk megerősített szolgálattal, de az ünnepek alatt annyi hulladék és annyi csomagolóanyag hulladék keletkezik, hogy sokszorosan meghaladja ez az átlagos mennyiséget, nyilvánvalóan ez az ünnep ajándékozási jellegéből ered. Mi arra szeretnénk kérni a polgárokat, hogy amennyiben nem férnek be a hulladékgyűjtő edényekbe, mert sajnos ilyenkor nem fér be, mert egy átlagos méretre vannak ezek elhelyezve, és ezt a sokszoros mennyiséget nagyon sokszor nem győzik befogadni, akkor ezekben az esetekben valamilyen módon rendezetten helyezzék a hulladékgyűjtő edény mellé zsákban, egy erősebb kartondobozba hulladékot, és mindent el fogunk szállítani az ilyenkor keletkező sokszoros plusz mennyiséget is. Ezekben a napokban gondolom bonyolítja az Önök életét a hóhelyzet is, hiszen most nem jutnak el mindenhova olyan könnyen, mint eddig. Volt ebből probléma az elmúlt napokban? Hát a hóhelyzetre is felkészültünk, úgy, mint az elmúlt időszakban, az elmúlt években. Amennyiben a hegyi és a ilyen dűlőutakkal nem tudunk fölmenni, mert ugye olyanok az útbizonyok, meg olyan keskenyek az utak, akkor a bizonyos pontokig elmennek az autóink, és akkor sajnos úgy kell felgyalogolni az embereinknek, hogy el tudják szállítani a szemetet, vagy ahova pont akkor nem érnek, vagy nem tudják elhozni a szemetet, mert tényleg olyanok az útbizonyok, ónos eső, vagy olyan hó van, akkor a legközelebbi olyan időszakban, amikor az útbizonyok ezt lehetővé teszik, pótoljuk ezt az időjárás miatt mulasztást idézőjelbetében. Mondom ezt, mert hát az időjárási viszontagságok miatt ugye Pécs az hegyi város. Nem olyan, mint egy alföldi Szeged vagy egy Debrecen, hogy síkság, hogy itt nem okoz gondot az időjárás. Sajnos ez nekünk nagyon nagy erőfeszítéseket ró a dolgozóinkra. Tegnapi napot is említhetem, sajnos két esetben történt az autójainkkal, hát nem baleset, hanem az autójaink becsúsztak a út mellé, meg hát olyan helyekre, ahol sajnos már nem tudtak elmenni.
Fel vannak készítve az autók a térre? Vannak téli gumik, hóláncok, ilyesmi? Hogyne, természetesen az autóinkat már jó előre ilyenkor felkészítjük a téli időjárásra, és már a hó leesése előtt ezek már téli gumival és megfelelő felszerelésekkel szaladnak, de sajnos ezekben a kritikus, nagyon meredek, nagyon szűk utcákban ez sem elég. Tehát ezekben az utcákban legtöbb esetben még gyalog is életveszélyes sokszor lemenni ezekben az időkben, és ezek az autók, ezek általában önsúlyuk is 5-10 tonna, megrakva pedig 10 és 15 tonna közötti súllyal vannak, tehát ezekkel szinte lehetetlenség ilyenkor ezekben az utcákban közlekedni. Itt próbáljuk úgy, hogy ilyenkor a dolgozóink, ahonnan csak tudják, lehordják a legközelebbi erre az edényeket, és hát természetesen vissza is viszik utána. Erre számíthatnak a polgárok? Mert én úgy tudom, hogy inkább az a közhiedelem, hogy akkor a polgárnak kell elvinni arra a helyre, ahonnan már a Biocom el tudja szállítani. Tehát számíthatunk arra, hogyha hozzánk nem jut fel az autó, akkor föl fognak gyalogolni a munkatársak, és le fogják vinni a kukákat? Vagy mit csináljunk? Számítsunk erre, vagy inkább segítsünk, ha tudunk? Hát amennyiben segítenek, azt mindenkinek megköszönjük, mert sokban könnyíti a dolgunkat. Megpróbáljuk ilyenkor, ahova csak el tudunk jutni, onnan lehordani, de hát nyilvánvalóan véges a kapacitásunk, tehát itt amikor gyakorlatilag ugye egy járat teljesen kimerül, akkor már gyakorlatilag nem tud tovább működni. Tehát nagy segítség nekünk, hogyha valahol egy könnyebb helyen tudjuk azt a hulladékot ilyenkor átvenni. Azért mondom, hogy megpróbálunk mindenhova eljutni, de ezt az igazság, hogy a helyszínen a dolgozóinknak kell maguknak ott megítélni, hogy képesek-e egyáltalán azt az edényt lehozni. Tehát ha egy utca le van fagyva a tükör jégre, ahol egyszerűen nem lehet közlekedni, oda gyalog sem tudunk bemenni. Tehát ott egy 30-40 kilós, igen gyakran befagyott, megmerevedett hulladéktároló edényt életveszélyes lenne megmozdítani, és úgyhogy ezekről a helyekről bizony gyakran kézben sem tudjuk kiporbani. Akkor esetleg az nem lenne megoldás, hogy aki tényleg ilyen kacipántos helyen lakik, az inkább szemetes zsákba helyezze ki ilyenkor a szemetet, még akkor sem férne a kukájába, hiszen azért azt könnyebben lehet mozgatni. Valóban könnyebben lehet mozgatni, de nagyon sokan helyezik ki most is zsákba a szemetet, és sajnos a hideg beálltával egyre több kóbor, macska és kutya bukkan föl ilyenkor hajnaltájban éjszaka, úgyhogy az a tapasztalatunk, hogy fokozottan vannak föltépve és szétszaggatva ezek a zsákok ilyenkor a maradék élelmiszerek után. Ezért is nem lehet igazából a zsákos gyűjtési rendszert jól bevezetni, mert annyira nagy a szennyező hatása ezeknek a szétszakított, feltépett zsákoknak, hogy gyakorlatilag ilyenkor utcahosszat van szétterítve időnként a hulladék, és ezt lehetetlenség után feltakarítani. Akkor ez tényleg nem jó megoldás. A jövő év elejétől drágul a hulladékszállítás, kidönt az áremelés mértékéről, és mennyivel kell többet fizetni? A közszolgáltatók minden év elején jelentik be a szokásos áremeléseiket, amikre tulajdonképpen nekik törvényi lehetőségük évente csak ebben az egy alkalommal van. Ezért aztán időnként úgy is tűnik, mintha ők sokkal jobban emelnék az áraikat, mint az átlagos áremelkedések, de ez kimondottan ebből az évi egy alkalomból ered. A hulladékszállítás esetében a helyi önkormányzat, az áfatóság, ő állapítja meg és hagyja jóvá a vállalkozás által előterjesztett változásokat. A hulladékszállítás esetében ez a jövő évben átlagosan 8,7%-os díjemelkedést jelent. Ez nagyjából megegyezik az előző időszak inflációs mértékével. Igazából több változatot terjesztettünk elő az áremelkedésbe, és hát ebből a minimálisat fogadta el, mind a legkisebbet az önkormányzat. De ez az ár is takarékoskodva és jól gazdálkodva fedezi azért a költségeket a következő évben. Akkor egy négytagú családnak körülbelül mennyibe fog kerülni a szemétszállítás jövőjétől? Pár száz forinttal fog akkor emelkedni? Inkább azt mondom, hogy néhány 10 forinttal, 50 forinttal, tehát ez egy átlagos hulladékszállítási száma havonta ez 450 forinttól kezdődött, és egy 8 tagú vagy attól följebb lévő családnál volt egy 1500 forint környékén. Tehát ez a 10%-ot nem elérő áremelés, ez a legmagasabb kategóriában sem jelentett 150 forintnál többet. Ebből az áremelésből futja arra, hogy a szolgáltatás színvonalát még inkább javítsák? Mindent megpróbálunk elkövetni ennek érdekében. A közszolgáltatási díjak igazából csak a normál működést fedezik. A mi vállalkozásunk is hasonló a többi vállalkozáshoz,
pályázatok útján próbálja az eszközparkját nagyobb ütembe cserélni, javítani a szolgáltatásának a színvonalát, és nálunk a színvonaljavításban egy erős kritérium az, hogy kiterjeszteni a szolgáltatást még azokra a pécsi területekre, amelyeket jelen pillanatban nem tudunk elérni, értve itt a különböző dűlőutakat, amelyeket Pécs város eléggé belakott már, de nagyon nehezen megközelíthetők. Ezeknek egy jó része ma is földes út, nagyon keskenyek, ezeket is szeretnénk a jövőben mindinkább bekapcsolni a szervezett hulladék szállításba. Tehát igazából ez az, amit mi most első körben szeretnénk fejlesztés végrehajtani, folytatni a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztését még inkább, mert az első évek után, amikor kisebb mértékben vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat, most már egyre inkább megnyit rá az igény, sőt, direktbe is jelentkezik az igény, tehát kérnek lakóközösséget tőlünk, szelektív gyűjtőedényeket kérik, hogy helyezünk el ilyen gyűjtőpontokat, rengetegen veszik igénybe a hulladékudvari szolgáltatásokat, ezt úgy érezzük, hogy ez egy nagyon jó színvonal növelő lépés. Minden esetre a színvonallal azért olyan nagy baj nincsen, hiszen nemrég az év környezetvédelmi díját is elnyerte a pécsi Biokom, azért ez nagy dolog. Igen, hát a cégünk igazgatója vette át ezt a környezetvédelmi miniszter úrtól, ami egy nagyon nagy elismerés egy ilyen profillal dolgozó cégnek, és úgy érezzük, hogy ezzel ennek az elmúlt néhány évnek az erőfeszítéseit kívánták elismerni, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk büszkén, hogy Magyarországon elsőként próbáljuk egy egész városra kiterjeszteni ezt a szelektív hulladékgyűjtés és a másodmás anyagfeldolgozásnak a komplex rendszerét kialakítani. Ebben vannak még ugyan hiányosságaink, mint hogy ezt szokták mondani, de igyekszünk ezeket pótolni és egyre inkább tényleg kiterjeszteni a város minden területére. Most lássunk egy nézői kérdést. Miért kér a Biokom külön pénzt azért, ha a kuka mellé külön zsákban helyezik el a szemetet? Így van ez még, mintha ez már változott volna. Jelen pillanatban is működik ez a rendszer, tehát ugye egy kukás edény, egy családnak egy kukás edény, vagy attól függ, hogy társasház, ugye ott bobis edények vannak, és a megtermelt mennyiség, a kukás edényen felül megtermelt mennyiségre lehet a Biokom Kft-nél biokomos jelzésű műanyagzsákokat vásárolni. Tehát a többlet hulladékra, és hát a közeljövőben is, még a jövő évben is fog működni. Tehát, hogyha valaki egy sima zsákba rakja ki, akkor azt el sem viszik? Amennyiben ez egy hulladéktároló edény mellé van kitéve, és abszolút eseti jelleggel, tehát a kollégánk nem azt tapasztalják, hogy rendszeresen jelentős mennyiségű többlet hulladék van kint, akkor esetileg most még elszállítjuk ezeket a hulladékokat. Ezek a jelzett zsákok, ezek igazából azokra a területekre vonatkoznak, ahol ténylegesen rendszeresen többlet hulladék jelentkezik az edény űrméletén felül, vagy pedig olyan kiegészítő területek, ahol nem igazán működik még a szervezett hulladékszállítás. Ez a jelzett zsák igazából magába foglalja a többlet szállításnak már a költségét, tehát ebbe bele van építve magának a zsák megvásárlási árában a szolgáltatás. Nem egy jelzés érkezett hozzánk az ügyben is, hogy a Biokom 3300 fizetési felszólítást küldött ki, ám csekket nem mellékeltek. Hogy is volt ez? Valóban kiment most egy nagy mennyiségű fizetési felszólítás. Hosszú évek gyakorlatát változtattuk meg most egy kicsit. Valóban egy felzúdulást keltett ez a dolog, hogy most nem mentek ki ezek a felszólítások mellé fizetési csekkek, de sajnos az előző évek tapasztalata az volt, hogy a kiküldött csekkeknek sem volt igazából hatása. Mivel minden számlához eredetileg mi csekket mellékelünk, amikor ezeket a számlákat kiküldjük, ezért ezeken a csekkeken abban az esetben megvan már a lehetőség a hulladékszállítási díj befizetésére. Meg kell mondanom, hogy tömegesen kerülnek most elő ezek a csekkek, tehát nagyon sokan jönnek most be azzal, hogy ők igenis befizették, behozzák a csekk feladóvényének a fénymásolatát. Mi örülünk neki, hogy befizették ezt a díjat, de azért azon a csekken rajta van a postának a bélyegzője, hogy ez mikor történt. Tehát mi látjuk, hogy az esetleg első vagy második negyedéves csekket azt most decemberben fizették be, de hát ennek ellenére természetesen ilyenkor jóváírjuk ezeket a tartozásokat.
igazából a csepp kiküldését tervezzük a későbbiekben is, amikor kicsit jobban elosztott rendszerbe küldjük ki ezeket a felszólításokat, de a kiküldésnek és magának a csekk előállításának a költsége annyival drágul évente, hogy lassan már összemérhető lesz a hulladékszállítási szolgáltatás díjával. Tehát a vállalkozásnak nagyon meg kell gondolnia, hogy ne azért küldjön ki csekkes felszólításokat, hogy ezek utána kitöltetlenül szintén a mi edényeinkben majd utána a hulladéklerakón végezzék. Akkor most nagy a roham az ügyfélszolgálatnál ezek szerint? Igen, nagy a roham az ügyfélszolgálatunknál, de elé állunk, mert megerősített ügyfélszolgálattal várjuk a kedves partnereket, hogy az ügyeiket tudják intézni, és számlázásunknak a dolgozói is besegítenek az ügyfél dolgozóinak ennek a rohamnak a lekezelésére, és azt kérjük a kedves ügyfelektől, hogy ha lehet, nem mindjárt mindenki ugyanazon a napon, amikor megkapja ezt a felszólítást, ugye addig ráért ezzel a dolognak az elintézésével, nem volt addig annyira sürgős neki, hogy akkor nem mindjárt aznap jöjjön és ugye ezt elintézze, hanem ha lehet folyamatosan, mert akkor nem kell nekik se olyan sokat várni az ügyfélszolgálaton, mert azért időbe telik, amire a tartozásaikat, mert ugye elég sok tartozás halmozódott fel egy egyéneknek, hogy azoknak az elintézése, hogy folyamatos legyen. Meg, szóval megerősített ügyfélszolgálattal várjuk a kedves lakókat. És mi lesz azokkal, akik még erre sem jelentkeznek? 2001-től megváltozott a hulladékszállítási díjaknak a behajtási rendszere. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény ezt úgy szabályozza, hogy a vállalkozás felszólítja a partnereit a fizetésre, majd ennek eredménytelensége esetén átadja ezeket az önkormányzati irodának, mert a hulladék szállítási díj, mint közszolgáltatási díj köztartozássá válik ebbe a pillanatba, és közadók módjára behajtható. Már több száz ilyet adtunk át, akik a felszólítás ellenére sem fizették be ezeket a díjakat. Őket az adóiroda keresi meg közvetlenül, és ő szólítja föl először, majd pedig az adóeljárás keretében behajtja ezeket a tartozásokat. Egyébként a fizetési morálban van javulás azért, hogy látják? Hát azt kell mondanom, hogy sajnos nincs. Romlás sincs jelentősen, de javulás sem. Tehát nagyjából ugyanazon a szinten van a nem fizetők és a fizetőknek az aránya. Gondolom ez az emberek gazdasági helyzetéből is eredeztethető, de egy nagyon jelentős rétegnél egyszerűen hanyagság vagy nem törődömség eredménye az, hogy egyszerűen a fiók mélyre sülyeztenek, mint a csekket és nem fizetik be. És vajon még olyanok is vannak, akik nem is szerepelnek az önök nyilvántartásában? Előfordulhat, hogy ilyenek is vannak, bár a területi képviselőink folyamatosan járják a város egész területét, és folyamatosan kötik a szerződéseket, és kötik be a partnereket a hulladékszállításba. Ez jelentősen meg fog változni 2003. januártól, mert onnantól kezdve egy új hulladékgazdálkodási rendszert, egy új jogszabályt kell életbe léptetni, amikor egy mennyiséghez kötött elszámolást kell majd bevezetni a hulladékgazdálkodási törvény alapján. 2003 még messzinek tűnik, de gondolom, hogy az átállás előkészítése már jövőre megkezdődik. Mit kell tudni erről nekünk, fogyasztóknak? Igen, hát az előkészítés már az idén megkezdődött. Gyakorlatilag a rendelet előkészítése, ennek az egyeztetése, az új díjszabási díjvetítési rendszernek a kidolgozása már folyamatban van, illetve egyelőre csak a nagyobb lakossági partnereinket, a lakószövetkezeteket, társasházakat kerestük meg azzal, hogy megkezdtük a rendelkezésre álló edények felmérését. Ugyanis a mi szolgáltatásunkban az egyetlen mérhető pont, relatíve mérhető pont, az magának a hulladéktároló edénynek az ürítése. Tehát mi ezen a ponton kerülünk a fogyasztóval kapcsolatba, tehát a hulladék szállítási díjat is valahol ehhez kell kapcsolni. Most ehhez tudni kell, hogy Pécsen rengeteg háztartás nem rendelkezik hulladéktároló edénnyel. A felméréseink szerint a közel 62-63 ezer háztartásból 10 ezernek nincs semmiféle hulladékszállító edénye, vagy hulladékgyűjtő edénye. Ez nagyon nagy probléma, mert ugye ez lenne a mérésnek az alapja, tehát itt valamilyen módon ezeket majd pótolni kell. Másrészt ennek a pótlásnak azért van anyagi vonzata, tehát a legolcsóbb használt edények is olyan 3500 forint környékén kezdődnek, és hát ez bizony egy családnak nem biztos, hogy kellemes beruházás ezzel kapcsolatban, de tényleg csak ezen a ponton lehet majd mérhetővé, regisztrálhatóvá tenni az idézőjelbe tett fogyasztást.
a kukák potenciális űrtartalma alapján, vagy mennyiségi teherbírása alapján fogják ezt kiszámolni, vagy a tényleges termett szemét alapján? Hiszen lehet, hogy csak az aljára kerül egy kis szemét annak a nagy kukának, és akkor nem kell majd annyit fizetni? Hát azt kell mondanom, hogy egyelőre a potenciális alapján, és ez hosszú távon is így lesz, nálunk sokkal gazdagabb országokban sem oldották meg még az egyéb módon történő mérését, mert a különböző mérési technikák annyira drágák, annyira drágává tennék a szolgáltatást, hogy aránytalanul többbe kerülne, mint amennyit így kell érte fizetni. Mivel sem a súlymérésnek az eltérő hulladéktermelési szokások miatt télen, ilyenkor sok helyen, ahol szénnel hagyományos módon tüzelnek, rettenetesen nehézé válnak a kukák, más helyen pedig a különböző befagyott anyagok, amik ilyenkor nem jönnek ki, egyszerűen ugye ezek a visszamérés során is benne maradnának az edényekbe, nagyon nehézé tennék a súlymérést. Vannak ezen kívül különböző eljárások, amelyek kísérleti jelleggel megpróbálták bevezetni, de igazából nem működnek. Tehát egy olyan típusú rendszert tervez bevezetni itt a város, ahol lenne egy valamiféle szolgáltatási alapdíj, és utána pedig szerződés alapján lehetne megrendelni az ürítési számot, tehát azt, hogy hányszor kérnék az igénybevételt egy héten. Valószínűleg lesz egy minimális kötelező igénybevétel is, mivel a köztisztaság és közegészségügyi rendelkezések miatt hulladékot nem szabad felhalmozni a háztartásokba, tehát ezeket kötelező elszállítatni. Azért is nagyon lényeges a hulladéktároló edényeknek a megfelelő mérete, mert ezek az edények nem csak arra szolgálnak, hogy mi ebből elszállítjuk a hulladékot, hanem ezek az átmeneti tárolásra is kellenek. Tehát akkorának kell lenni egy családban mérő hulladéktároló edénynek, hogy a keletkező maximális hulladék mennyiség is beleférjen ebbe az edénybe, és ennek még a teteje is lezárható legyen. Tehát akkor az lesz az érdeke a lakóknak, hogy minél inkább tömörítsék a hulladékot, hogy minél kisebb edénybe beleférjen, amit lehet elégetnek. Ez jó egyébként? Nem jó eljárás. Az égetés az rettenetesen szennyezi a környezetüknek a levegőjét. Mi kérjük is azokat, akik olyan levelekkel fordulnak hozzánk, hogy nekik nincs hulladékuk, mert elégetik otthon a kazánjukba, általában a leveleinkben udvariasan mi megpróbáljuk fölhívni a figyelmüket, hogy ezt ne tegyék, mert még azt tapasztaljuk, hogy a világon bárhol épül, vagy akármilyen korszerű technológiai égetőmű rettenetes a lakossági tiltakozás, addig ennek akár néhány száz háztartása sokszorosát képes kibocsátani elégetett szennyezőanyag formájában, mert a saját maguk és a lakókörnyezeti állapotát meglehetősen rongálni tudják. A tömörítése igazán működik, bár ugye a hulladékot kisebb helyre el lehet helyezni, de hát egy bizonyos szint után egyszerűen nem jön ki a hulladék abból a tárolóedényből, tehát bent fog maradni, és a rendelkezések azt is előírják, hogy a hulladékot tömörítetlenül kell elhelyezni ebbe a tárolóedénybe ahhoz, hogy ezeket a gépürítés során ki lehessen szedni belőle. A törvénnyel összefüggésben úgy tudom, hogy az önkormányzatnak majd rendeletet kell alkotnia, hol tart ez a dolog, folyamatban van-e már? Igen, én válaszolok általában is ezekre a részekre. Folyamatban van a rendeletalkotás előkészítése. A tervek szerint várhatóan jövő év közepére kerülne megalkotásra ez az új önkormányzati rendelet. Azért nem tart előrébb ez a munka, mert a hulladékgazdálkodási törvény, mint kerettörvényhez még nagyon sok kormány és minisztériumi rendelet nem jelent meg. És ezek a rendeletek, ezek befolyásolják az önkormányzati rendeleteknek a kialakítását. Ezek folyamatosan jelennek meg, tavaly megjelent belőle 15, és még egy 10-15, most nem tudom pontos számot, várható, hogy a következő év elején megjelenik, és ezeknek az összessége fogja azt meghatározni, mivel az önkormányzati rendelet alkotása kötelező felsőbbrendű jogszabályok azt, hogy mit meg kell szerepelni majd az önkormányzati rendeletben. Önök szerint a törvény alapján 2003-tól reálisabb lesz a szolgáltatás és a fizetendő díj viszonya? Jó lesz ez mindenkinek? Én azt hiszem, reálisabb lesz, tervezhetőbb lesz mindenképpen. Valahogy az eloszlása jobb lesz valószínűleg a hulladékszállítási díj fizetésnek, viszont nem valószínű, hogy kevesebb lesz ettől, hiszen a megtermelt hulladék mennyiség, ennek az elszállítása ugyanannyi basót, hát az infláció miatt évről évre többbe kerül. Tehát az, aki úgy gondolja, hogy egy mérőt vagy bármi hasonló rendszerhez képest olcsóbb lesz, előfordulhat helyenként, hogy olcsóbb, helyenként előfordulhat, hogy éppen ettől drágábbá válik a szolgáltatásunk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és beszélgethettünk mindenről. Nézőinknek is
köszönöm a figyelmet, és elmondom még egyszer, hogy tehát számíthatnak arra, hogy az ünnepek alatt is lesz szemétszállítás. Egyedül 25-én, december 25-én és újév napján nem jönnek majd a kukásautók, de a többi napon ott lesznek a Biokon munkatársai, és elviszik a szemetet, úgyhogy reméljük, hogy nem kell tartani attól, hogy a kukákból majd kilógnak a szemetek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!